Sziasztok! Már is új videóval jelentkezek. Ez ismét egy sorozat lesz majd, amit bizonyos időközönként meg fogok jelentetni. Az első része az az occo kínai magockákról fog szólni. Ugye többször előjön már a téma a Facebook oldalon, meg a csoporton is, hogy érdemes-e Kínából rovarfogó növénymagokat rendelni. Én már másodjára teszem ezt meg, az előző rendelésnek az eredményét is meg fogom mutatni. Az is tanulságos lesz, valamint a mostanit. Már megjöttek a pici comagockák Kínából. Meg fogom majd mutatni közelebbről is, hogy milyen költséget pakolt rá nekem a posta. Ugye a kínai magokkal kapcsolatosan elég sok, hogy is mondjam, fenntartás van, és szerintem nem véletlenül. Ha csak ránéztek az AliExpressre, a Bangódra, a Wishre, és kerestek ilyen növény magokkal kapcsolatos termékeket, akkor látjátok, hogy minden van. Szóval minden a szivárvány rózsától a szivárvány belsejű, mi ez, citromokig, bármi van, kéklevelő növények, ami a valóságban ugye nincs is. És nyilván a kínaiak mindent el akarnak adni, még a nem létező növényeket is. És az az igazság, hogy nagyon sokan be is ugranak ezeknek a dolgoknak, és iszonyat mennyiséget rendelnek. Most majd meg fogjuk látni, hogy ezek a magok végül is hogy néznek ki, de minden rendelésnél úgy tapasztaltam, hogy másfajta magokat küldenek, éppen amit leszüretelnek, de az, hogy ezek milyen növények magjai, az majd a pici kis kicsomagolós unboxing rész után fogom elmondani. No, nézzük, miket is rendeltem. Ugye volt 100 darab vegyes színű, hát kancsóka, elvileg a képeken kancsókák vannak, de a megnevezésben Vénusz létcsapó van. Azért Monkey Cup, ugye az az angol megnevezés a kancsókának. Úgyhogy már itt keverve vannak a dolgok. Következő, egy csomag, 100 darab Vénusz mag. Hát itt már azért mindenféle megnevezés van. Még a bonsájt is berakták. Szerintem, hogy ez ilyen marketing dolog, aki a bonsájra keres, akkor ezt is feldobja neki, meglátja, jaj, de cuki, és akkor megvásárolja. Nyilván ez ilyen megfontolásból is lehet. Szóval a harmadik csomag is, itt is keverve van minden a névben, létcsapótól kezdve, az is többször van. Úgyhogy itt már a megnevezésekből látszik, hogy a kínaiak nem értenek hozzá. Úgyhogy ez én direkt átverésnek veszem, úgyhogy úgy is állok hozzá. Nyilván elköltöttem egy kicsi pénzt, emiatt ez a, fú, mennyi, azt mondja, hogy 10, 15 vagy 20 dollár. Szóval a kínaiak már arra se adnak, hogy mondjuk egy terméknek jó legyen a megnevezése. Ezeknél a növény magoknál, vagy akár magoknál a növényeknél. Akkor, hogyha rákattintunk mondjuk erre az elsőre, akkor majd meg fogjuk látni, hogy milyen egyéb növényeket hoz még. Ugye itt a Vénusz létcsapókat hozza. Itt van Allred változat is, ami a kép alapján én erősen ilyen manipuláltnak látom. Szerintem egy normál Vénusz létcsapó képet nyomtak el a vörös tartományba, mert az Allred változatok az nem ilyen színűek egyébként. De nyilván, aki nem járatos a Vénusz létcsapók világába, az meglátja, hogy jó, de tök jó, cuki növény, és akkor megveszi a magot 3500, meg fú, 7000 forintért. Jó, hát és akkor látszik, hogy 30-at eladtak. Hát ez milyen jó pénz, nyilván nem az a mag van benne. Így én is meg tudnék gazdagodni, de nyilván nem teszem. Itt is 210-et eladtak már ebből. És 15 darab mag van benne, 99%-ban pozitív. Lehet, hogy csak addig jutottak a páciensek, hogy megkapták a csomagot, oké, szupi, megérkezett időben. Úgyhogy kép alapján jónak néz ki, hogyha mondjuk ilyen kancsukákból kapnál te vegyesen összesen 100 darab magot, majdnem mindegyikből 10-11-et, akkor az tök jó lenne. Nem? És akkor izgulhatnál, hogy vajon melyikből kell ki, és mennyi darab.
de így meg azon izgulsz, hogy egyáltalán mi az a mag, amit meg fogsz kapni, úgyhogy ez mindenféleképpen egy meglepetés buli. Na de akkor lássuk, hogy mi is érkezett a pici borítékokba. No, akkor itt vannak, amiket rendeltem az eBay-ről. Úgy adták fel, mint ajándék, és ezen látszik a postának a 0 forintos felirata, viszont a másikra fizetni kellett 799 forintot, úgyhogy ennyire volt ajándék a dolog. És akkor nézzük meg, hogy mi van benne. Ugye két helyről rendeltem, két boltból, az egyik ugye Vénusz légcsapó mag. A másikban mi van? Tadám! Ugyanaz a csomagolás, nem ugyanaz a felirat, Vénusz légcsapó magok, valamint kancsók a magok. Hát ez már eleve furcsa, ugyanis a kancsókának nem ilyen zörgős, nagyszemű a magja. A Vénusz légcsapó az még talán lehet egyébként az a mag, de gyanúsan nagyok egyébként így tapintásra. Így zörög. Úgyhogy most megnézzük, hogy milyen a Vénusz légcsapó mag. Azt, amit én is ezt arrébb pakolom, papír. Majd erre ki bontom. Tiszta izgalom. Na nézzük. Hát, ez hiába van beperforálva. Na jó, elég nehéz volt kinyitni, de nézzük, ebben maradt-e valami. Hopp, egy kis magocska. Na nézzük, hát szemüveget nekem már fel kell rakni. Hát ezek szerintem nem Vénusz légcsapó magok. Ugyanis azok sokkal feketébbek és fényesebbek. Szóval ezek matt magok, nem tudom, körülbelül olyan lehet, mint a karolábé. Nem tudom. De majd elvetem, és majd megtudjuk, hogy mi ez. Jó, úgyhogy ez szín mix egyébként. De hogy van-e 100 mag, nem tudom, nem számolom meg. Beleöntjük. Ráteszem a kis kupakot. Nem tudom, hogy ezt le tudom venni róla. Ezt a címkét. Hát szerintem nem fog menni. Nem. Hát akkor azt csinálom, hogy ebben még maradt egy vagy kettő. Egyébként. Akkor ezt így bele. Jó, ez az első. Ez csak a normál Vénusz légcsapó, elvileg. De ennek is hasonló egyébként a tapintása így nagyságra. Mondjuk a csomagolás az jó, ez az alu tasakos dolog. Nézzük a következő csomagolás. Hát, minő meglepő. Ez is ugyanaz a típusú mag. Nem tudom, majd megpróbálok rákeresni egyébként így növénymagokra, hogy nagyjából mit találok ilyen kinézettel. Jó, ezt is eltesszük azért, mert lehet, hogy másfajta karalábé lesz, nem tudom. Menj bele, és akkor ugyanúgy, mint a másiknál ezt is belecsomagolom, csak hogy tudjam majd a teszt során. Hoppá! Jó. És akkor jön az utolsó versenyzőnk, ami elvileg másfajta mag kell legyen. 100 darab kancsóka, ha másik oldalról van a perforáció.
sikerül. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez is ugyanaz a mag. Így ránézése legalábbis. Aztán nem tudom, ez lehet, hogy égigérő karanábé lesz, gőzöm nincs. Úgyhogy ennyit a kínai magokról. Ja, ugyanez a mag. Most összegyűjtöm a szemetet. A különbség az szemmel látható, úgyhogy átverés áldozata lettem. Ez van, de ezt sejtettem. Szóval a három mag ugyanúgy néz ki. Úgyhogy valószínű, hogy ez már tuti, hogy nem kancsóka lesz. De azért ezt is elrakjuk, meglátjuk, hogy mi fog kikelni belőle. Az majd egy következő videónak a témája lesz. Úgyhogy itt a három csomag mag, ami látszólag ugyanannak a növénynek a magja, és gőzöm sincs, hogy mi lesz belőle. Majd ha találok valamit az interneten, olyan képet, ami valami növénynek a magja és ehhez hasonló, akkor azt majd ide be fogom vágni. Gyors keresés után kettő jelöltem van, az egyik az oregano, a másik a csombor, de bármilyen kínai fűszernövény lehet. Megmutatom, hogy mennyi maradt az előző növénymag rendelésemből. Kettő dolog. Az egyik ilyen doboz. Nyilván célozatartónak használom. És a másik is. Ilyen fantasztikus kis dobozocska. Úgyhogy erre jó az egész. Ez tök jó. Ilyen kis konzerv dolog volt. Úgyhogy ebből a szempontból az előző magrendelés tökre megérte. Ennyi lett volna ez a kis videó. Nyilván az én pénzem bánta ezt a kis parádét, de én ezt bevállalom, ez a kicsi költség sose térül meg. Úgyhogy szóval a kínai barátainknak azt üzenném, hogy röviden ennyi, amit tudok nekik üzenni ebben az ügyben. Konkrétan ezeknek a magoknak én most nem igazán örülök, viszont annak örülök, hogyha feliratkoztok a csatornára, és nézzétek a videókat, és ti is adhattok egyébként ötletet, hogyha a videók alá beírtok kommentet. Úgyhogy köszi, szevasztok! Szóval a kínai barátainknak azt üzenném, hogy bambuszos csirke. Röviden ennyi.